Kedves hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Kodóval éjjelben Verebics Kati Jelcényi kiállításán. Nekem most csak az a szerepem, hogy átadjam a szót Kati barátnőjének, Pusztaszeri Katalinnak, ő fogja megnyitni a kiállítást. Megpróbáljuk. Hallottok engem? Kicsit? Közelebb. Mondták, hogy közelebb. Szeretettel köszöntök minden ismerőst, családtagot, barátot. A Kati művészetéről szeretnék generálisan egy picit beszélni. Olyan el kellett gondolkodnom azon, hogy az egyik legjobb barátnőmnek a képeiről, hogy hogyan is gondolkodok és hogy miket is látok. És a következő szavak és gondolatfragmentumok jutottak eszembe. Verebics Kati, ez női test, maga nőiség, intimitás, szexus, erotika, autoerotika, deviáció, függőség, önmagunktól és másoktól, aláfölé rendeltség, vágy, fájdalom, kín, félelem, elfojtás, gyötrelm és agresszió. Különféle tudat és lélek, létállapotok megélése és újjáélése, vagy éppen a tudatalatti kivetítése, leképezése, absztrahálása a vászonon és önmagán, önmaga testén. Kísérletek, játékok testen belül és testen kívül. Test, bőr, hús, sár, vér és érzékek. Testájak, testkivágatok, testhajlatok kiemelése, kiszakított testfragmentumok, torzók egymás mellé illesztése, és a testrészek közé ékelődő, furakodó, szürreális alakok kreatúrák megjelenése. Erős autoszuggesszió és viszcerális, az a zsigeri művészet, finom provokáció, vagy éppen tabu döntögető bestializmus, letisztult sematizmus vagy vizuális káosz. Kati jelenlegi projektjeiben, azaz most kiállított munkáiban, ez az erős autoszuggesszív stílus, az önmagára és önmaga testére figyelés, koncentrálás háttérbe szorul, de mindvégig jelen marad. Azonban a művészet egy olyan formajegyekkel, jelekkel és szimbólumokkal telítődik, dúsul fel, amelyek az elmúlt évek utazásai alkalmával tapasztalt meg, és ezek elementáris erővel kvázi rálétegződnek, ránehezednek a tudat alattiára, majd leképeződnek a vászonra, és ezáltal kifejezésre kerülnek. Különböző letűnt korok és civilizációk, így az ókori görög, egyiptomi, japán művészet, japán kultúrák szakrális arhaikus elemeit, jegyeit, szimbólumait emeli ki kvázi Kati műveiben, kiszakítva eredeti kontextusából, és építi bele a képeibe, dolgozza be azokat, parafrazálja ezáltal, és új értelmezési keretet biztosít ezeknek a szimbólumoknak. A meghívóban szereplő Félisten című képről szeretnék egy picit beszélni. Ott található. Azért emelném ki ezt a képet, mert itt úgy éreztem, hogy görög szépséges eszménynek a kereteit feszíti szét. Ugye a görög szépség eszmény arról szólt, hogy a lélek és a test harmóniája és a formák szépsége és a lélek jósága egyszerre érvényesüljön az alkotásokon, és ez a pszichofizikai szépség omlik Kati által föl azáltal, hogy ezt a klasszikus görög szoborarcot szoborarcra húzza rá, tapasztja rá saját arcképét. Én úgy látom, hogy ezen a képen ezáltal, hogy ráhúzza, egy ilyen szellemkép keletkezik, és tekintete merevvé, opálosra és fénytelenné válik. Ugye, ahogy ezt az antik görög országban a szobrokon látjuk. És a szexusa is megváltozik, ez megint csak egy játék, egy érdekes játék, ahogy androgűnné válik a személye. Nem tudjuk, hogy férfi vagy nő, de azt is tudjuk, hogy ugye minden férfiban és minden nőben van egy anima és egy animus, tehát minden nőnek és férfinak van egy női és a férfi megfelelője. Ami eddig igazán tetszett az, hogy nem csak egy antik szobrot látunk, hanem egy fosszilis csiga rajzolat motívumát láthatunk, ami egy spirál. És
igazából ez az univerzum működési elvére is reflektál. Ugye tudjátok, hogy az a spirál, örvény, ez megjelenik különböző létező dolgokban és természeti jelenségekben, mint például a DNS-t is úgy gondolják, hogy az emberi DNS a spirál formát ölt, illetőleg a levegőben lévő tárgyak esési pályája is egy spirál. Maga az agyhullámok haladás iránya, hogy a terhesnő magzat, tehát a fájdalmak és a szülési fájdalmak is spirál formában jönnek létre, és a galaxisok és a csillagközi felhők is a spirálra mozgatják. Igazából ez egy fejbeágyazódott fosszília, és azt mondhatjuk, hogy hogy egy olyan szimbólum, ami letűnt korok világait és civilizációit szimbolizálja. Amiről még érdemes szeretnék beszélni, ez az egyiptomi művészet, ami Kati munkásságára leginkább hatott. Megtalálom a jegyzeteimet, elnézést, hogy így nagyon sok az információ, és tehát az egyiptomi művészet és a halott kultusz hatott Kati alkotásaira. Itt ugye tudjuk, hogy az ásatások során a legtöbb művészeti alkotása sírokból került elő az egyiptomi művészetben. Így például felsőnyeket találunk sírt kamrák falán, halott szarkofágjain, tulajdonképpen a szarkofágban szobrokat is formáztak, mert úgy tartják az egyiptomi kultúrába, úgy képzelték, hogy ahogy a szobrok dolgoznak a halott helyett túlvilágban. Igazából, hogyha megfigyelitek, két szignifikáns képet emelnék ki, az egyik Kati lányának, Fridának az arcképe, és a másik Kati barátnőjének, Évának az arcképe. Itt egy ilyen technikai érdekesség, hogy olyan vászonra festett Kati, amik ilyen fal struktúrájúak, tehát igazából egy ilyen porúzus rétegre rakta fel a pigmentet és a festéket. És amit még Éva arcképben megláthatjátok, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy egy merített papír van beilleszve a festék közé, amit Kati férje abból csinált. És látjátok, hogy egy ré napistennek a szimbóluma van az egész koronában, ott látható a kép. Igazából azt mondhatjuk, hogy ez a jelenlegi tárlatban elég sok projekt van párhuzamosan jelen. Amiről még szeretnék beszélni, az a Bindi projekt nevezetű, ezek a fekete pöntjök, amiket itt láttok. Erről szeretnék egy picit beszélni kultúrtörténetileg, ha megtalálom, amit írtam. Szóval ez a Bindi a hagyományok szerint a hindu nők homlokánál közepén, a szemöldökhöz közepén nevezett hatodik csakra helyén helyezkedik el, festett piros vagy fekete pont. Igazából ez attól függ, hogy az illetőnek a családi állapot, az illető nőnek a családi állapot, amilyen a piros szín jelzi, hogyha valaki házas, a fekete szín vagy hajadon. És itt igazából a klasszikus hindu felfogás szerint ugye van homlok csakrára, egy korona csakrára helyezik, ami a hatodik csakra, és ennek azért van jelentősége, mert ez egy koncentrációt, az intuíciót és a meditatív képességeket jelzi. Tehát egy ilyen vizuális képzelőerő a vízikért is felel, ugyanakkor meg a humorért és a nevetésért is. Igazából ezt egy testékszernek nevezném, ami fokozatosan fogyasztói társadalmak közkedvel divatékszeré vált. Ezek az alkotások fotográfiai alapokon készültek, és transfer technikával megfölvéve a vászonra. Igazából a sorozatokon található frontális arcképeket Kati családtagjait és barátai közül választotta, illetőleg különböző kultúrkörnyezetből származó, különböző etnikum ismerőseket kért meg, hogy tegyék fel magukra ezt a testékszert, és igazából nem határozta meg, hogy milyen módon helyeznék el az arcokon ezt a Bindit. Igazából Kati arra volt kíváncsi, hogy
hogy van az egyes szereplők személyiségvonásainak köze ez az egész, hiszen kiolvasható ki a személyiségvonások az elhelyezésekből, illetve hogy mennyire spontánul helyezik el ezeket a játékszereket vagy díszítő elemeket. És tulajdonképpen következtetünk el az emberek személyiségére vagy jellemvonására ez alapján. Én úgy gondolom, hogy ez egy érdekes játék is, de sok mindent elárul az illető személyiségéről, az, hogy milyen módon helyezél az arcán ezeket az ötjöket. És az is érdekes, amit még Kati mondott, hogy milyen minták alakulnak ki az arcokon spontánul. Amiről még szeretném beszélni röviden, az, hogy Katit mostanában igazán leköti a... Igazából eléggé nyitott arra, hogy az emberi külvilágáról és annak képződményét lefesse és ábrázolja képein. Igazából én tudom is, hogy honnan jön ez, hogy az ázsiai kultúrákban különös jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy az arcon és a testen milyen méretű és elhelyezkedési pontok található, pontokon található ezek a pigmentfoltok. És igazából van ennek egy ilyen spirituális háttere is, hogy tibeti buddhizmus szerint az újszülött testén megjelenő foltok a gyermek előző életében szerzett sérüléseinek a nyomai, vagy akár a halálokai is lehetnek. Ugye elég félelmetesnek tűnik, de van benne ráció. Egyébként a kínai kultúrában az arcot 25 pontra osztják, és minden pontnak megvan minden pont egy személyiségvonást tükröz. Illetőleg ebből jósolnak az illető személynek a jövendőbeli életével kapcsolatosan. Igazából nem szaporítanám szót, még egy valamit kihagytam talán, a Jordani projektet. Sárral kapcsolatos, Katinak a Sárral kapcsolatos művészeti játékát. Én két mondatot mondanék erről. Számomra a sár és az arca és különböző testtájukra való felkenése egyfajta ritmus. Én úgy látom, hogy ez egy ritmus. Egyfajta egzisztenciális átlényegülése Katinak. Én úgy gondolom, hogy életünk során rengeteg negatív élmény és elnyomott érzelmi témák rétegződnek rá bőrünkre és testünkre ezáltal, és belénk kivódnak, és ezeket szükséges valamifajta ritmusok által, tettek által ezeket a komplexusokat valahogy feloldani. És nem csak a lélekről, hanem a testről is. Végül Foucault szavaival zárnám ezt az egész megnyitót. Találom. Szerintem ez az esszenciája az egésznek. Tehát a lélek lényünk valósága, ott van mindenütt a test körül, a test felületén, a testen belül, nem a test kitüntetett szelvényében, amilyen az agy vagy a szív, például még csak nem is egész test alakjaként vagy sémájaként, hanem inkább átítatja, befonja, megdolgozza a test egészét. Nem tudom, hogy mennyire jött át. Még nem volt alkalmam nagy közönség előtt beszélni, de remélem, hogy átjött az üzenet. Igen, abszolút. Kata, én csak pár szót szeretném mondani, nagyon-nagyon köszönöm, hogy erről ezt a megnézt a nagyon szép megnyitót, hogy sokszor sokat beszélgettünk, és nagyon-nagyon szép. És a Bodó Galériának, hogy meghívott, hogy és a szüleimnek szeretném nagyon-nagyon megköszönni, hogy tudtam egyáltalán festeni, hogy a Fridát, vagy ahogy Egyiptomban hívjuk őt, a Falidát elvitték magukhoz, és vigyáztak rá téged. Úgyhogy nagyon szépen. Köszönöm szépen a kiállítást.
Köszönöm szépen!